A szisztematikus, céltudatos minőségi munkának van értelme abban az esetben is, ha csak 3 hónapon át lehet rendszeresen edzeni, és azt is egy mobil jégpályán, arra például a szekszárdi jégmadarak legfelsőbb korosztályú csapata. A kezdő, illetve kezdő kettőből nőttek ki a srácok. Már a 4 éve Dunaújvárosból érkező szakember volt UB1-es játékos Kakas Krisztián irányításával pallérozódnak. Ő vezényelt edzést annak a 8 gyereknek is, akik ott jártunkkor jelen voltak, ebből az U14-es korosztályban már elinduló, fiatalabbakból álló csapat játékosainak. A kis szekszárd egyáltalán nem játszik alárendelt szerepet a hozzá képest nagyvárosi más lehetőségű csapatok között, sőt, vitézkedik is gyakran. Ebben a szezonban most már vannak kézenfogható jelei ennek a változásnak, mert idén van az először, hogy az U14-es bajnokságba el tudtunk indulni, úgy, mint szekszárdi jégmadarak. Ezekből a településekből mi vagyunk az egyetlen ebben a szezonban, akik nagy pályán tudnak szerepelni, azaz 20 mezőnyjátékost ki tudunk állítani a mérkőzésekre és 2 kapust. Tavaly sikerült ennek az alapjait megteremteni ezzel az úgynevezett U14-es kispályás bajnoksággal, ahol ugyanúgy, ahogy az U8-as, U10-es korosztályhoz hasonlóan 3x3 gyerek játszotta a bajnokságot, és vagy a mérkőzéseket, és ebbe a bajnokságban a második helyezést sikerült elérnünk az országba, úgyhogy erre gondoltunk, hogy merünk nagyot álmodni, és idén megpróbáltuk a nagypályán való játékot. Beneveztek hát a nagypályás serdülő bajnokságba. Noha nagypályán akkor edzenek a szekszárdi gyerekek, ha valahol edzőtáboroznak, vagy éppen meccselnek. Jó, hogy ugyanúgy országos bajnokságba játszunk, mint eddig, ami 3 csoportra van bontva. Természetesen első évesként mi a 3. csoportba szereplünk, amivel igazából nincs is probléma, mert olyan csapatokkal játszunk, mint a Debrecen, mint a Szigeti Bikák, akik Pest mellett igazából korlátlan gyereklétszámból gazdálkodhatnak. A Kiskörös, aki a szerb csapatokkal vagy gyerekekkel van teletűzdelve, van egy 60-i csapat, aki pedig a Ferencváros csapatával van kapcsolatban, és igazából ennek a bajnokságnak a közepén szereplünk, úgyhogy azt mondom, hogy a gyerekek mindent megtesznek. Jár a gratuláció, hiszen már 10 évvel ezelőtt megfogalmazódott, jó lenne belátható időn belül eljutni az első önálló szekszárdi gyerekcsapathoz, amely szervezett országos bajnokságban szerepel. Íme itt van. Kár, hogy hiteles pálya hiányában nem láthatja a közönség ezt a már komolyan hokizó gyerekcsapatot, ami késik persze, az ezúttal sem múlik. Kakas Krisztiánnál noha folyamatosan kapja a mostaninál minden szempontból jobb ajánlatokat, még a jégkorong fellegvárakból is, jelekből ítélve nem a pénz számít. Kötődik már a városhoz, különösen a gyerekekkel, és egy picit talán Szekszárdhoz is már. Akik itt vannak, a gyerekek, az most már az én kezem munkája, és hát a mi kezünk munkája az edzőtársaimmal. Másrészt pedig a Jégkorong Szövetség a Nemzetközi Szövetség felé tett egy olyan kijelentést, hogy Magyarországon minden megyeszékhelyen fedett jégpályának kell lennie. Hát most tegnapi nap folyamán volt nálunk a Jégkorong Szövetségnek az illetékese, és igazából kecsegtetett minket azzal, hogy lesz jégpálya, mindenféleképpen lesz jégpálya. Pontos dátummal ugye nem tudnak sose szolgálni, de azt mondták, hogy 2020 év végére remélhetőleg itt egy Jégkorong Szövetség által felépített jégpálya lesz. És teljesülhet Kakas Krisztián a szekszárdi jégmadarak szakmai vezetőjének álma. Egy 30-as létszámú U8-as korosztály, amiből sokan maradhatnak az U10-re is. És a piramis ilyen fokú szélessége már magában hordozhatja egy önálló saját, nem csak U14-es, hanem U16-os szekszárdi jégkorong csapat megszületését is.